Oh, yeah guess you another thing I guess Sziasztok, én Dreamdale vagyok, és a mai videóban nem más hoztam el nektek, mint egy láda videót, azaz a Skin fogunk újra ládákat nyitogatni, kézbetörözgetni, meg upgrade-elgetni, meg mindent, amit lehet igazából az oldalon. És rájöttem, hogy eddig nem nagyon volt izgalmas ez a láda mivel sajnos ugye nekem jelenleg úgy van az együttműködés, hogy nem tudom kivenni azokat a skineket, amiket kinyitok, legalábbis ki tudok, de csak egy töredékét. De most már rajta vagyok, és megbeszélem velük, hogy amit én kinyitok, azt ki tudjam venni, ezáltal sokkal izgalmasabb lesz szerintem, hát érészemről is. A videó, meg hát ti is, mivel együtt tudunk örülni, tényleg őszinte lesz az örömöm, nem pedig kinyitok valami 3000 dolláros dolgot, és azt mondom, hogy hűha. Leírás legfelső sorában van a Dream Devils Gambling csatorna, arra iratkozatok fel mindenféleképpen, mivel oda fognak kikerülni ezek a videók, júliustól vagy augusztustól csak is oda, szóval mindenféleképpen, ha érdekel ez a tartalom, iratkozz fel oda, megtalálható van mondjuk a depozit linkem, ami annyit jelent, hogy ha rákattintasz, és azáltal töltesz fel, akkor 10% depozit bónusz tudok én neked ajánlani. Jelenleg ez a leges, legjobb opcióm, sajnálom, de a a 10%-nak is örülni kell, főleg, hogyha ingyen van. A Skin Club probably fair működik, azt jelenti, hogy vissza tudod követni, hogy nem tudnak átverni az oldalon. Van mindenféle dolog az oldalon. Van event jelenleg, ami azt jelenti, hogy ha eventes ládákat nyitogatsz ki, akkor tudsz event pontokat szerezni, amiket be tudsz váltani mindenféle komoly kis skinre. Kezdjünk is el A 25 dollárossal kezdjük, 125 dollár, nézzük meg, hogy mit kapunk. Szeretek mindenféleképpen a mai videóban kézbe törözgetni. Oké, oké. Jó, hát valami visszajött, az biztos. Hát a fele. Nyissunk belőle még egy három darabot. Nem akarok túlélni a célon, mert azért nagyon gyorsan el tud fogni a pénzekből az event ládákból. Nem annyira szeretem őket, de pont szerzésre eszméletlen jók. Na de szeretessed meg velem. Nagyon gyenge az oldal. Ebből a King's Liar-ből hármat kinyitunk, 210 dollárért. Na nézzük. Valami. Törgedezzen. 0,1% ó, Oly, de olyan szép lett volna de hát nyilvánvalóan hogy átpörög 224 dollárért megpróbálunk egyet upgrade-elni 118 dollárból 47% esőünk van rá Hát nézzük hogy beadja vagy sem Ami nem tudom ezt akartam mondani hogy nem nagyon érzem jelenleg ezt az upgrade-et A következő viszont legyen egy ilyen 30% hát ha beadja Viszont így már jó vagyunk 31% Valamit nem tettem volna bele de beletettem. tettem Pont, hogy nem sikerült, valami, valami olcsóbbat, egy normálisabbat, 35 dollár, egyetlen egy ilyen láda, megnézzük, hogy visszahozza nem is tudom, mennyire nyitottuk ezt ki, kb. Oh, Ajajaj, kesztyű, kesztyű, ez jó, 5 nyitottunk, dupláztunk, 175 dollárból csináltunk 335-öt, és akkor a kézbetölben szeretném most megméretetni az erőmet, az event pontokból, meg mindenből tudtok giveaway venni, vásárolni, illetve, hogyha ide jöttök a mission főre, akkor ugye ingyen ládákat tudtok szerezni. Látok így itt egy olyan kézbetölt, amiben viszonylag sok láda van, de ez is egy bot által készült. de ezt viszont én nem jön értem. és abban el is kezdtük, és nem a leges legjobban, mert 15 dolláros ládákat nyitogatunk, és elment eléggé az ellenfél egy 6-7 dollárral, és Oké, jó, azt akartam mondani pont, hogy a, a Glock az többet érhet, de nem. 144 dolláros alkát nyitottunk, a 15 dolláros, adobor, de ez komoly. Az egész betől már megvan. Most már csak húzni kéne neki is egy kicsit, meg nekem is egy kicsit. Nyilván azért nem lenne így itt a hogyha Kinyit egy kést. Jó, ezt szerintem már elkönyvelhetem annak, hogy nyertünk. És méghozzá szerintem majdnem, hogy dupláztunk is. Így mindennek az értékével, hát most meglátjuk majd. Ó, bőven dupláztunk. Nagyon király, nagyon jó. 234 dollár, meg se kell említeni. Három ládáról van szó, Diamond Skins. És nyitottunk egy AWP-asit, ami 113 dollár. Oké, nem, nem ismertem az értékeit a skineknek, de nyertünk. Biztos, hogy nyertünk. Jó. Hát ez nem lett annyira sok plusz, de legalább plusz lett. Oh, kettő dollár. Írjátok le amúgy kommentben, hogy énektek, mi volt az eddigi legnagyobb nyereményetek. 554 dollárért csinálok egy kézbetölt, méghozzá egy 2 v nagyon nagyon nagy a tét, de 554 dollár és CT oldal. Megnézzük, hogy mit tudunk csinálni. Oké, okay, nem a legjobban kezdtünk. Hát nem is, nem is megyünk tovább. Nagyon jó, na most ebből a ládából kell kiúzni a nagyon nagyot. Jó, vagy ilyen ki is egy AVP-t. Hát, még mindig mínuszba vagyunk. Talán a Dopplerből, hogyha... Ah, nem sikerült, ezt szerintem elbuktuk. Fenébe. Hát itt biztos. Biztos és bukó. 554 dollár. Picsába. Na nem, nem baj talán ebből, hogyha egy kés volna, ez biztos, hogy nem nyertük meg szerintem, nagyon elhúszak így itt a legelején több százzal. Ja. 14 dollár volt a különbség. A leírás legfelső sorában megtalálható amúgy a deposit linkem, ami annyit jelent, hogy ha rákattintasz és azáltal töltesz fel, akkor 10% deposit bónusz tudok én neked ajánlani. Jelenleg ez a leges legjobb opcióm, sajnálom, de a 10%-nak is örülni kell, főleg, hogyha ingyen van. Őszinte leszek, én azt érzem, hogy ebből a Trinity Force-ból én kinyitnék egy 6-7 darabot, igen négyen és sharing módban. Ez az érzés van jelenleg bennem, hogy nyitni fogunk ebből. Nem is keveset. Bekezdtünk. Jó, az legalább visszahozta ennek a ládának az árát. Ez most egy bukovári. De most egy bajonet. Majdnem. Na de tényleg egy kést érzem. Oh, azért mondom, 1100 dollár és ezt mi nyitottuk. 1100 de én a botokra számítottam. Még egy húzást, hogy tényleg megérje mindenkinek. Mert eddig ez csak itt kávéra visszahozta. Ááá, Ah, hány százalék ki? Mindjárt megnézzük, csak megnézzük, hogy mennyit nyertünk. Hát azért a 7 dolláros húzás a 2.10-ből 3.27, teljes mértékben elfogadható szerintem. 0,2 százalék. Belefértünk, belefértünk, ja, azt kell mondjam megyünk egy újabb sharing módot, nem tudom, hogy ez lesz az utolsó, attól függ igazából, hogy hogyan fog jösszélni a pénz. Ugyanúgy egy ilyen 300 dollárért, így van 300 dollárért csináltam a kézbetől, 13-an nézik jelenleg élőben az oldalon, nagyon jók vagyunk. Igazából a figyelmet ezt megkapjuk, most már csak nyitni mi kéne egy bizonyítani, hogy ja, megéri ez 310 dollárért. Valakinek becsőre kedezni egy doppler vagy valami? Hát ez nem a mi körünk volt sajnos, de semmi baj, még több ládát is betettem. Ezekből valami nagyon jót. Jelenleg nem pluszos amúgy. Karambit, kés, valami. Nem pluszos jelenleg ez a kézbetől. Na talán egy kesztyű. Az meg senki nem pullol kesztyű. Most akkor. Azért van benne, már nem azért, de 100 dolláros kesztyű is, azt is ki lehetett volna húzni. Semmi baj, szerintem Kicsit buktunk, egy 60-70 dollárt valahogy így. Párt 110. Lenne egy feladatom számotokra, méghozzá az, hogy 27 dollár értékben írjatok le valamilyen skint a komment szekcióba. Igazából nem baj, hogyha 5 dollár, nem baj, hogyha 10 dollár. Az is jó, hogyha többet írtok, mivel szeretnék csinálni giveaway illetve mint hogy a videó elején is láthattátok, giveaway csinálok most is. Szóval döntsétek el, hogy melyik skint szeretnétek azt, hogy kisorsoljam. 27 dollár értékig írjatok maximum, írhatok többet is, 15-12-ért értétek, csak legyen meg a 27. Rajtatok áll! Viszont ez a videó ennyi is lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnézted, mindenféleképpen iratkozz fel a Dream mint csatornára, és találkozunk legközelebb, én Dream voltam, sziasztok!